December 16-a és 21-e között 18. alkalommal rendezte meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm című akcióját. Idén minden eddiginél több 261,5 tonna tartós élelmiszert gyűjtött össze a szervezet, tájékoztatott a máltai kommunikációs vezetője. Az adományokból a Máltai Szeretetszolgálat városi szervezetei átlagosan 3500 forint értékű csomagokat állítottak össze. Budapesten és néhány nagyobb városban kétféle ajándékcsomag készült. A hajléktalan embereknek összeállított válogatásba közvetlenül fogyasztható élelmiszerek és kisebb ajándékok kerültek, míg a tartós élelmiszerek a rászoruló családoknak, az időseknek és a fogyatékkal élő emberek hozzátartozóinak kiosztott csomagokba kerültek. A csomagokat karácsony előtt megkapják a rászorulók.